De miért előnyös mixer partnernek lenni akkor is, hogyha te nem játszol? Mert ugye mondtam azt, hogy a crowd partnereknek nem kell játszani, nem kötelező. Ennek ellenére én sem akarok sok időt eltölteni, ha bár van a játék, amit ott kineztem magamnak, de nem akarok sok időt eltölteni ezen a platformon. Viszont én mindenképpen előfizető akartam lenni, és az is lettem a Mixteren. Hát itt van, hogy miért. Ezt egyébként megtalálod a Crowdban webirodádban, én a hírekből vettem ezt ki, és ott még több minden hasonlót is meg fogsz találni. Szóval, hogyha te egy 12 hónapra szóló, egy évre szóló előfizetést csinálsz magadnak, akkor hát nyilván amellett, hogy használhatod a platformot korlátlanul, az aktív felhasználói poolból is részesülhetsz 12 hónapon keresztül. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azok a felhasználók, akik fizetnek a Mixternek a használatáért, ugye nyilván ebből a cégnek bevétele keletkezik, a Crowdnak bevétele keletkezik, az belerakják egy nagy poolba, és annak bizonyos százalékát visszaosztják a partnerek között. Ez nem ugyanaz, mint a Crowd Rewards, meg nem ugyanaz, mint a Residual Income, ez egy teljesen más dolog, és majd már a többi platformon is hasonlóan fognak működni a dolgok, ez most kimondottan a Mixterre vonatkozik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Vagyis, hogyha ezt egy picit egyszerűsíteni akarom, hogyha te részesülni akarsz ebből a világméretű forgalomból és a játékosok által fizetett pénzekből, akkor ha akarsz játszani, ha nem, egy jó ötlet egy egész éves előfizetést venni, hiszen így biztosítod magadnak a lehetőséget arra, hogy kapj ebből a pénzt. Ez azért egy nagyon komoly dolog. És ha emlékszel még a számokra, akkor ez egy nagyon komoly bevétel lesz itt a cégnél. Miért érdemes most Mixter partnerré válni? Hadd mondjak néhány okot most arra, hogy is néz ez ki, és mik azok a lehetőségek, amik most nagyon kedvezővé teszik ezt a csatlakozást. Az egyik, egyébként ezeket is megtalálod a webirodában. Az egyik, tart még ez a bizonyos szuper promóció, ami a következőről szól, amennyiben valaki most fél éves előfizetést vagy éves előfizetést vásárol, mellé ajándékba crowd rewards-okat kap. Egy fél éves előfizetésnél 600 darab crowd rewards-ot, egy éves előfizetésnél kapaszkodjál, 1200 darab crowd rewards-ot kap ajándékba. És most számoljunk egy picit, jó? Fél éves előfizetés, 600 rewards. Mennyi most egy rewards-nak az értéke? Emlékszel? Persze, hogy emlékszel. 2 euró. Vagyis 39 euróért egyrészt ugye kapod a platformot nyilván, használhatod fél évig, másrészt meg kapsz hát 1200 euró értéket ajándékba. Ez nem olyan rossz, nem? Mennyiért lehet most amúgy, ha a oktatási csomagot vesz valaki, crowd, ennyi rewards-hoz jutni? 600 darab rewards-hoz. Ugye a promóció még tart ott is, fehér csomaggal lehet feketéhez jutni, ott 300 euró érték, vagyis 150 rewards, és utána egy upgrade-eléssel ugye lehet goldhoz jutni, amiben 1000 darab rewards van, illetve 1000 euró érték, 500 darab rivac, az összességében majdnem valahol itt van. Igaz, mint ahol ez. Tehát jóval többet kell érte fizetni, hogy ennyi crowd rivacot kapják. És gondold végig hasonlóan a másikat is, 1200 darab rivac, ennyi van, hát durván a gold csomagban, ugye? Nagyjából, ami amúgy nagyjából 800 euró. Most nyilván a promócióban más a helyzet, de körülbelül ezen a szinten van. Itt meg 69 euróért hozzá lehet jutni. Tehát ez akár egy jó alkalom lehet arra is, hogy azok az ismerőseid, akik azt mondták egy gold csomagra, hogy ez baromi sok, ennyit nekem nem ér a dolog, hát ha most 69 eurót sem ér meg, 1200 darab rivalc, akkor nem tudom, mi éri meg. Mellé meg ugye ott van a platform természetesen, amit lehet használni. Szóval ez azért egy nagyon-nagyon komoly lehetőség, most valljuk be őszintén. Aztán
Van még egy különleges lehetőség azoknak, akik üzleti szempontból tekintenek erre a Mixter dologra. Ez a regisztrálj be 3-at és kapsz egyet ingyen című promóció. Ez azt jelenti, hogyha 3 partnert regisztrálsz 6 havi előfizetéssel, vagy 12 havi előfizetéssel, mindegy, hogy melyikkel, akkor kapsz egy voucher, amit akár te saját magad felhasználod saját magadnak, erre mondtam azt, hogy akár ingyenes lehet a tagságod bármeddig, illetve ezt akár el is adhatod, hogyha azt akarod. Bármit tehetsz, de ez a tiéd, azt csinálsz, amit akarsz. Hogy ez hogy működik technikailag, bejegyében erről majd fogunk beszélni más alkalommal, most nem ez a téma. Oké, szóval ez egy elképesztő dolog, én azt gondolom. És amit még fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy minden promóció, beleértve ugye ezt a Mixter Voucher dolgot is, december 19-ig érvényes. Ekkor lesz a rendezvény, ugye a következő crowdbanos rendezvény. Úgyhogy hát már nem olyan nagyon sok idő van, ma van december 1-e, még egy kicsivel több, mint 2 hét, de most gondold végig azt, hogy ugye itt ez a karácsonyi időszak, és az emberek, hú, mit ajándékozzak, mit adjak, mit csináljak, hát ez nem egy rossz ajándékozási ötlet sem akár valakinek, hogyha ilyen ajándékot találna a fa alatt, mondjuk egy egyéves előfizetést, ha valaki tényleg oda van ezekért a játékokért, és szeretni csinálni.